A 23-56-os hős címmel nyílt állandó festmény és szoborkiállítás a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltárban. A tárlatról Marinovics Endre főigazgató helyettessel Pécsi Krisztina beszélget. Ennek egy kicsit hosszabb története van, ugyanis amikor 2016-ban az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulóját ünnepeltük, akkor pályázatra készült két szobrászművésznek és egy festőművésznek, név szerint Olá Mátyás Lászlónak, Olá Katalinnak és Kis Adélnak egy festmény és szobor gyűjteménye, amit ők az 1956-os hősök nagy csoportjából választottak ki. Ők maguk tették azt, hogy kik legyenek ezek, és a dolognak éppen az az érdekessége, hogy ebben van Mártír miniszterelnök és Pesti Srác, bíboros, Korvin közi szabadságharcos, ugyanakkor szerepelnek benne azok a hivatásos katonák is például, akik az egyetlen, ha úgy tetszik, győztes küzdelmet vívták november 4-én hajnalban a Budapest melletti Jutadonban, hogy megakadályozzák a szovjet csapatoknak a bevonulását. Tehát ez egy ilyen válogatás politikustól, újságíróig, szabadságharcostól, egyházi személyiségig. Az egyik megnyitó beszédet Wittner Mária tartotta, a Korvin közi felkelőcsoport egykori tagja. Ő is szerepel a 23-56-os hős között, de ő az egyetlen élő személy. Igen, hát ez következik részben abból, hogy nagyon sokan a megtorlások áldozatai lettek. Valóban Wittner Mária az egyetlen a 23 közül, és ezért is esett rá a választás, hogy ő tartsa a megnyitó beszédet, ami érzelemgazdag volt, tele volt élményekkel, és mint majdnem mindig most is megemlékezett arról a raptás nőjéről, Havrila Bélán és Stikker Katalinról, akivel együtt harcoltak a Korvin közben, akivel együtt ítélték őket. Az történt, hogy míg Wittner Mária kegyelmet kapott, és halálos büntetését azt életfogytiglanra változtatták, addig Stikker Katalin, Kati barátnője, hogy ő mondani szokta, az nem került el a kivégzést. A megnyitón szó volt a képek, szobrok elkészítéséről és a művészeti koncepcióról is. Igen, mind a három művész megszólalt. Az érdekessége a dolognak, hogy Olá Mátyás és Olá Katalin, ez a két művész, Olá János híres író, írószövetségi vezető, kiadó, aki már ugyancsak sajnos nem él, leszármazottai, Kis Adél pedig szintén a család tagja. Úgyhogy, ha úgy tetszik, egy családi vállalkozás volt, amikor ezt összehozták, és egymás között osztották szét a feladatokat, egymásnak adtak ötleteket, és ebből következően többé-kevésbé a koncepció is úgy alakult, hogy a festményvész választotta értelem szerint a festőművésznő Kis Adél, és a szobrok, a klasszikák között, amelyek a lényegében fejalakok, azok között pedig mind a két Olá művész testvérpár részt vettem. Milyen volt a művészekkel a közös munka? A művészekkel a közös munka úgy alakult, hogy értelemszerűen, amikor a művészek ezt elkészítették, akkor felvetődött, hogy kellene ezeknek a szobroknak egy bemutatója. Tehát magával a szobor és festménygyűjteménnyel egyidejűleg elkészült egy album, és itt van a Veritas-szal a kapcsolat, mert ezt az album, amely mind a 23 ábrázolt személy életrajzát tartalmazza, az intézetünk munkatársa Rácz János kollégám állította össze, és éppen az ő gondolata volt az, hogy amikor ezek a szobrok és festmények befejezték pályafutásukat, több-több vándorkiállításon részvéve, kellene egy olyan helyet találni, ahol nem csak külön kívánságra nézhetik meg esete különböző műhelyekben, hanem együtt állandóan, és egyes rendezvényeknek még a megfelelő dekorációját is tudják. Ezzel összefüggésben került sor a teremavató ünnepségre? Igen, hát ezt a termet már lassan egy éve használja a Veritas intézetünk előadó terme, több mondhatom nyugodtan sikeres Veritas esnek a színhelye, de vártuk azt a lehetőséget, hogy a szobrokkal együtt, a szobrokat, azokat szintén fokozatosan időben kaptuk meg, hogy a szobrokkal együtt történjen meg a szobor bemutató és a teremnek az avatása. Úgyhogy most ilyen módon egybeesett ez a két esemény. Kérem, fogalmazza meg,
meg, hogy a kiállításnak mi a jelenben az üzenete? Az az üzenete, hogy amikor állandóan azt a kérdést feszegetik többen, hogy ki 1956, hogy kinek a forradalma volt 1956, akkor nyugodtan el lehet mondani, hogy ez mindenki egy nemzeti, egy országé, azoké, akik fellázadtak a diktatúrával szemben. És hogy nem egy arctalan forradalom, arra vonatkozóan történik az utalás, hogy itt azok a sok-sok elbeszélésből, történetből ismert nevek, mint a Korvin közi hős, mint Szabó bácsi, ugye, aki a szénatéri felkelők vezetője volt, vagy Mindszenty Miboros, mint a forradalom személyisége, beleértve még a politikusokat is, akik ebben részt vettek. Tehát sok-sok arc, amelyből 23 így kiemelkedve jelképezi 1956 forradalmát, és annak sok színűségét. A 2356-os hős címmel nyílt állandó kiállítás a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltárban. Marinovics Endre főigazgató helyettessel Pécsi Krisztina beszélgetett.